Ez az egész egyházmegyének a családi találkozója, ahol a legfiatalabbaktól a legidősebbekig kínáltunk mindenkinek programot. Itt vagyunk a karizmák ünnepén, Mária Remetén, és tulajdonképpen nekem ez az első ilyen ünnepem. Kiskölyökként édesanyám hozott el ide Mária Remetére először, és most évtizedek után újra itt vagyunk. 1994 óta egy kivételével minden évben megrendezte az Esztergom Budapesti Főegyházmegye a karizmák ünnepét. Ez azt jelenti, hogy ez a 28 év alatt a 27. karizmák ünnepe volt. Ebben az évben is a pasztorális iroda a katolikus ifjúsági mozgalmat kérte fel a rendezvénynek a lebonyolítására, a technikai részletek megvalósítására. Meghirdettük, hogy az egyházmegye iskolái, szerzetesrendjei, lelkiségi mozgalmai jöjjenek és mutatkozzanak be itt sátrakban. Volt tehát itt játszótér, ugrálóváron keresztül mindenféle kicsiknek, kicsit nagyobbaknak való foglalkoztató, a kis focipályával minisztráns találkozót is rendeztünk, ami egy métabajnokságnak adott helyt, és volt a családok számára is, vagy az idősebbek számára is egy-egy olyan programelem, ami megszólíthatta őket. Természetesen a lelkiség sem hiányozhatott belőle, egész hét nap volt gyóntatás. A nagy színpad, vagy a szabadtéri oltár programja szentségimádással kezdődött, majd utána egy kerekasztal beszélgetés volt a hivatásokról, utána egy tanúságtétel, ezt követően pedig a bíboros urat köszönhettük, aki beszélt nekünk magáról a karizmák ünnepéről, pünkösd ünnepéről, a Szentlélekről, szót ejtett a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusról is, hiszen itt a karizmák ünnepe volt, amikor éveken keresztül mindig itt hirdette meg a következő felkészülési évet, és most a kongresszus lezárása után arról beszélhettünk, hogy milyen gyümölcsei vannak ennek, és ezt hogyan vihetjük tovább. Bíborosi Szentmisével zárult ez a pünkösd hétfői program. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ennyire sokan kilátogathattak. 41 közösség mutatkozhatott be 2022-ben a karizmák ünnepén. Csodálatos volt, hogy együtt énekelhettünk, vagy együtt imádkozhattunk. Remélem, hogy ez mindannyiunk számára egy újabb megerősítés az eukarisztikus kongresszus után. És azt kívánom, hogy a sokáig erőt tudjunk meríteni ezekből az ünnepekből. Úgyhogy remélem, hogy jövőre, ha nem itt, akkor csíksomolyi búcsún, de legyen úgy, hogy itt találkozhatunk mindazokkal, akik kíváncsiak erre, és szeretnék együtt tölteni, együtt ünnepelni a pünkösd ünnepét.